Csak akkor lehetünk jó hazafiak, jó patrióták, hogyha jó lokál patrióták vagyunk. Ezekkel a gondolatokkal kezdte köszöntő beszédét Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője Bonyhádon, annak a nyílászárok forgalmazásával foglalkozó vállalkozásnak a telephelyén, ahol egy sikeres GINOP pályázatnak köszönhetően új raktárcsarnokot adott át az országosan is elismert cég. Örülök annak, hogy a választókerületem az elmúlt években látványosan fejlődött. Ez gazdasági szempontból is így van, hiszen nem csak Dombóváron, hanem itt Bonyhádon is több beruházás valósult meg, gondoljunk akár csak az ipari parkban megvalósult csarnoképítésekre, illetve a jelen cégnél is tavaly márciusban tettük le az alapkövet, és kicsivel több mint egy év alatt elkészült ez a beruházás, illetve át tudjuk adni ezt a beruházást. Ennek az új raktárcsarnoknak köszönhetően a cégnek a lehetőségei bővültek. Egyébként egy 270 millió forintos beruházásról van szó, ahol 70%-ot a GINOP pályázaton belül a magyar kormány, illetve az unió támogatásával sikerült elnyerni ezt a forrást, és a 30%-ot pedig a cég tette hozzá. Egy családi vállalkozásról van szó, és ezért is öröm számunkra az, hogy látjuk azt, hogy a bonyhádi cégek folyamatosan bővülnek, a lehetőségeik bővülnek. És mint lokálpatrióták nyilván örülünk ennek. Az 1184 négyzetméteres új csarnok raktárként funkcionál, amely legalább 750 új raktári tárhelyen járul hozzá a vállalat működésének fejlődéséhez, a folyamatosan bővülő vevői megrendelések kiszolgálása érdekében. A bonyhádi cég 2021-ben nyert a GINOP Plus pályázaton 189 millió forintot meghaladó összegű visszanemtérítendő támogatást egy több mint 270 millió forint összköltségű projektből. A térség meghatározó vállalata a beruházás 70%-át ingatlanfejlesztésre, valamint eszköz- és szoftverbeszerzésekre, továbbá szervezetfejlesztésre fordította. Számomra az a legfontosabb, hogy és azt gondolom, hogy egy város fejlődése nem csak önmagában érdekes dolog, hanem az sosincsen az itt élő emberek, az itt dolgozó emberek sikere nélkül, és az itt működő vállalkozások sikere nélkül, ez együtt adja össze egy városnak a sikerét, és azt is mindannyian tudjuk, akik akár egy város vezetésére, akár egy cég vezetésére dolgozunk nap, mint nap, hogy siker nincsen egy keményen elvégzett munka nélkül, és ennek a kemény munkának az eredményét láthatjuk itt ma, hiszen bő egy évvel ezelőtt lehettünk itt az alapkőletételnél, tavaly márciusban, és akkor még csak egy nagy üres földterületen állhattunk itt, amikor a kapszulát elhelyeztük, és az elmúlt egy évben igazgató úr tudná elmondani részletesen, hogy mennyi problémával és mennyi kemény munkával sikerült ezt elérni, hogy ma itt lehetünk ezen az ünnepélyes csarnokavaton. Ami számunkra fontos még, hogy olyan bonyhádi vállalkozások bővülnek, nem csak pályázati forrásokból, hanem önerőből, a saját cégüknek a lehetőségeit is visszaforgatva, és azt a forrást fejlesztésre fordítva, ez mindnyájunknak a közös érdeke, hiszen egy városnak a legfontosabb bevétele az adóbevétel, és amikor egy itt működő cég jól prosperál, az az önkormányzatnak is jó, hiszen ebből tudunk utakat, járdákat felújítani és újakat építeni, úgyhogy én nagyon nagy örömmel jöttem ma erre a csarnokavatásra, és bízom benne, hogy lesznek folytatások is, nem csak az önkormányzat által beruházásokban, hanem az itt működő vállalkozásoknak a saját beruházásaiban is. Közel 50 fő dolgozik, ez már egy jelentős vállalkozásnak mondható, hiszen egy-két nagyobb vállalat, ami működik a városban, inkább a sok kis apró kis vállalkozása jellemző ránk. Olyan modern 21. századi körülményeket, munkahelyet biztosító cég, amire igazán mindannyian büszkék lehetünk. Az új csarnokot átadó bonyhádi cég 2006-ban nyitotta meg kapuit, azonban szakember gárdája révén több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik az ajtó és ablakgyártás, valamint beépítésükhöz szükséges alap- és kellékanyagok alkatrészek kereskedelmében.